Úristen, hol vagyunk? Hol vagyunk? Szervusztok, srácok, amit látjátok, egy repülőfedélzetén ülünk a barátnőmmel, megyünk kirándulni. Az úti célt már biztosan tudjátok a videó címéből. Pont most egy felszállást láthattok Szlovákia fővárosából, Pozsonyból. Ez sajnos nem egy motor, de hát ez is azért gyorsan megy, sőt repül, nem is megy. Aki még nem látott repülőfelszállást, annak érdekes lehet ez a videó eleje is, mert itten megcsodálhatják a szlovák fővárost magas távlatokból is. Amint látjátok, elhagytuk már a földet, szóval elénk is tárult az éjszakai csodás fővárosunk. Reménykedünk, hogy földet is érünk, és jó kis kalandokban lesz részünk odát, amiben nektek is részetek lesz. Sziasztok, srácok! Jöttünk kirándulni a barátnőmmel, és nem akárhova, egyenesen Görögországba, Korfura. Mindjárt meg is mutatom, kinézünk a balkonon. Úristen! Na, ilyen a kilátás. Az a helyzet, hogy 3 teljes napot fogunk itt tölteni a szigeten. Ez alatt, 3 nap alatt bejárjuk a sziget 10 leglátványosabb pontját. Ez itt az első megálló, úgy hívják, hogy Barbati. Erről a helyről annyit kell tudni, hogy ez itt az egyik legszebb tengerparti rész, főleg a kavicsok véget és a kristálytiszta víz véget. És a helyet körbeveszik a ilyen kisebb-nagyobb hegyek is, szóval csodaszép látvány terül a turisták számára. Akkor nézzük meg a saját szemünkkel, milyen is ez a görög tengerpart. A látvány szerintem magáért beszél. Ahogy elénk tárul a nyugodt tenger, a háttérben pedig hosszú és magas hegygerincek, egyszerűen meseszép. A víz meleg, csöndes, tökéletes feltételeket biztosít a strandoláshoz és a pihenéshez. A szél gyengéden fújdogál, így pedig a kinti hőmérséklet is nagyon kellemes. Partnál a tenger alján millió és millió kavics található, ameddig csak a szem ellát. Amint látjátok, kristálytiszta a víz, szinte mindent látni a víz alján. Vannak kisebb halak is, ezek elég harapósak, nagyon sokszor megcsípték, megharapták a lábunkat. Szóval ha itt úsztok, akkor jobb, ha mozgásban vagytok, ha ne legyetek könnyű prédák a vérhalaknak. Hát egy darabon beúszunk. Na, hátunk a másik. A parton láthatjátok a sok napágyat, amit ki lehet bérelni. Ezek elég olcsóak, csak 3 vagy 5 euró körül mozognak egy teljes napra. Az ár tartalmaz 2 napágyat és egy nagy napernyőt. A strand melletti vendéglőből pedig 30 percenként járnak ki a partra a pincérek, ha esetleg szükségünk lenne üdítőre vagy bármi másra, amit azonnal ki is lehet fizetni ott helyben. A Barbati strand, ahol most tartózkodunk, Korfu keleti felén található. Ez azt eredményezi, hogy a tengerpart szélvédett, vagy csak nagyon gyengéden fúj a szél, valamint ez egy kavicsos strand. Én sokkal jobban szeretem az ilyenfajta tengerpartokat, mivel ha az ember kijön a vízből, tiszta marad. Igaz, amikor be kell menni, akkor ha nincs papucsunk, kicsit kellemetlen érzést is tud okozni, de hát jobb, ha előre felkészülünk és beteszünk egy strandpapucsot a törölközőnk mellé.
Pár alkalommal megpróbálkoztunk búvárkodni, de a sós vízben egyszerűen nem ment. A só minden alkalommal felvitt a víz felszínére. Jöttünk ide kajálni a úszás után, ez a Lapidzéria, szóval itt bekajálunk, utána megyünk fel a kikötővárosba, ott is úszunk egyet. Szóval találkozunk majd ott legközelebb. Ej, ilyen a kis kilátásunk az étteremből. Jó kis görög pizzát fogunk fogyasztani az ebédre, narancs és citromos üdítővel. Most, hogy megebédeltünk, útra keltünk egy várhoz, amely egy kikötőváros mellett helyezkedik el. Amit láthatjátok, hülyek vagyunk a két kerékhez. Béreltünk egy motort a barátnőmmel, későbbiekben pedig kaptok majd egy kis bemutatót is róla. Egy csak pár szót a közlekedésről is. Nagyon sok az őrült, szinte nem nagyon tartják be a szabályokat az emberek. Legtöbb motoroson szinte sisakot nem is láttunk. Bár amilyen állapotban voltak a motorjaik, szinte nem is csodálkozok, mert majdnem mindenkinek szétpatyogott a motorja, és ez vonatkozik az autókra is egyaránt. Az utak srácok nagyon rossz állapotban vannak, nagyon sok a foltozás, betonozás, de nagyon ramagy állapotban vannak az utak. Bár a kilátás kárpótol minket a sziget összes részén, bárhol is motorozunk, nagyon szép a kilátás. A szigeten szinte minden harmadik utcában lehet motort bérelni. Főleg négykerekűk vannak és robogók. Egy-két helyen van nagy motor is, amit ki lehet bérelni, de ezek maximum ilyen 500-as, 600-as, és nagyon ritkán láttunk ilyen 750-es Kawasakit is, ha jól emlékszem. Szájmaszkot az egész szigeten szinte nem láttunk senkin. Főleg ilyen drágább vendégekben vették szigorúbban ezt a dolgot, ott nekünk is fel kellett tenni, amikor ebédeltünk vagy vacsoráztuk. Amúgy mindenkit hidegen hagyott ez a dolog. Azt vettük észre, hogy ez a sziget nagyon gazdag az olajfákban és a kaktuszokban. Szinte mindenütt olajfák voltak, amerre jártunk, és nem kevés kilométert rápörgettünk a robogóra. A kaktuszokról nem is beszélve, rengeteg kaktuszt láttunk bent a falvakban is, a házak előtt, volt, hogy a kertekben is, és ilyen jó nagyokat, nem ezeket az egyszerű kicsiket, amik nálunk teremnek. A robogón nagyon kellemes volt közlekedni, mert szinte egész nap reggeltől estig 30 fok felett volt a hőmérséklet. Ide értünk a kikötővárosba, ezt figyelétek srácok, milyen durva út vezet fel a várhoz. Amint látjátok, ilyen kis szűk lépcsőkökön kell felmenni, és szinte a jobb oldalt és bal oldalt is rendesen laknak az emberek, úgyhogy szinte be lehet tekinteni a házakban, a konyhába vagy akár a nappaliba. Itt is amit látjátok, itt van egy kis kerítés, és itt végződik valakinek a háza, vagy valakinek a kertje. Ahogy haladunk tovább, a távolban már láthatjátok is a várnak az elejét. A kerteknek rendesen kis kapujaik vannak ide felfele a várhoz. Lehet látni, hogy nagyon jó állapotban meg is maradt ez az egész. Rekonstruálva kb. Még nem is volt. Az is lehet, hogy nem is volt rá szükség. Pár perc alatt fel is lehet jutni a várhoz, amint látjátok. Érdemes amúgy túracipőt hozni ilyen kirándulásokra, mivel Görögországban is például nagyon érdes a talaj, tele van kisebb-nagyobb sziklákkal és éles kavicsokkal.
nagyon könnyen meg is lehet csúszni. Mi is párszor megcsúsztunk, szóval oda kell figyelni minden lépésre. Amint látjátok, nagyon szép kis bejárata van a várnak, sőt, dupla bejárata van. Még az ajtóra is az van kiírva, hogy tripla X. Remélem nem valami felnőtt filmet forgatnak a háttérben. Most, hogy közelítünk az utolsó jobb kanyarhoz, nagyon kíváncsi vagyok, milyen szép látvány fog elénk tárulni.